szégy szakadtam állítólag, és 5 ampula vért kaptam másnap vérátömlesztést. Lali azt mondta, hogy vetessem el. Nem akarta azt, hogy ugyanazt átéljem, mint Ernie-el. Hogy ne örülnék? De féltem az ő egészségét is, meg az életét is. Hát nem tágult a végén? Megfogytottál. Ne. Hát lehet, hogy rossz irányba fordult. Évát kitagadták a szülei Lajos miatt, mert Lajos elszerette őt az előző párjától, még majdnem lányszöktetés is volt, pedig Éva akkor már nem volt lány, hanem kisgyerekes anya. A családi viszály azóta is tart gyereken, bútoron, kocsin, pedig Éva és Lajos már a második közös gyereküket várják. Éva azt mondja, neki Lajos az igazi. Lajos, aki tehenet ellet, birkát nyír, és még házat is tud építeni. Lajos a bocikat gondozza, Éva a gyerekeket, Lajos birkákat etet, Éva a sütfőz. Hajdú-Bihar megyében vagyunk a 2500 fős nagy rábén, melynek tagjait Éva és Lajos története erősen megosztotta. Na de először nézzük a háztáit, ami nem csak élelemmel látja el a családot, hanem plusz jövedelmet is jelent. Hol vannak? Be lehet menni? Be, nyugodtan. Be lehet menni, hangzik az együttetű válasz. Kicsit egyoldalú a szókincsük. Hát igen. Te és a húsukat adjátok el, vagy nem, mit csinál, a sajtot? Vagy... Bárányokat szoktuk eladni, azt megvárom, hogy 20-24 kilósak legyenek, és akkor a legjobb. Aha, és fizetőre. Fizetőre. Értem. És mennyibe kerül egy bárány? Hát, hogyha nagyon jó árat kapunk, akkor egy 20-as. Szóval dolgos ember a Lajos, minden nap hajnali 3-kor kell. 5-re megy a helyi Kft-be dolgozni, ahol tehenetetet, almoz, ha hosszú napos, akkor délután 5-ig. Közben pedig nem csak a saját birkáit, a másét is megnyírja. Van is respektje a faluban, csak ez a családi háború ne lenne. Figyelj, ez megosztotta a falut. Igen? Teljes mértékben. Miért? Hát, mert ott vannak, aki ilyen begy... Mondjam úgy, hogy begyépesedettek? Mondjad, ahogy gondolod. Aki azt mondja, hogy akit leszakított, legelőször abban élje le. Figyelj, elég bonyolult volt ez. Olyan szempontból, hogy én a második házasságomba beleroppantam. Mert? Bekerültem a kórházba. Idegösszeomlással. És a második feleségem, hogy úgy mondjam, összeszűrte a levet nekik a szülőivel. Ó, ez már egy tiszta brazil szappanopera, tényleg? Tényleg. És azt mondták, hogy én, hogy is hívják, hogy epilepsziás vagyok, meg hogy mondják, hogy skizofrén. Skizofrén. Igen. Lajos nem skizofrén, de a második válása után valóban összeomlott. Aztán már, amikor talpra állt, kezdte kerülgetni Évát, és ezek után lépett közbe a volt feleség, aki Lajos elmondása szerint tele beszélte Éva szüleinek a fejét. Ennek az lett a vége, hogy most így a 8. hónapban a barátnők mellett Manyika, a nagynéni az, aki segít neki. Éva szülei ide be se teszik a lábukat, mondjuk nem is hívják őket. Miért nem jönnek? Mert nem fogadták el Lalit. És miért nem? Miért nem? Hát már ücsülöktük, kérem megkérdezni. Amiért a második feleség elhíresztelte a faluba róla, hogy epilepsziás, meg skizofrém, ami nem igaz. Mi próbáltunk velük beszélgetni, csak nem jött össze. Nem hallgattak meg bennünket. Nagyon, nagyon nehéz volt eleinte. Még most is elég nehéz, mikor megláttam őket az utcán, de... És akkor elfordítják más a fejüket, hogy mi van? Apám az igen, anyámmal azzal, mert most beszélgető viszonyban vagyok. És amikor megszületett Lajossal a közös gyerek, akkor sem? Akkor sem. Enyhültek meg? Nem. Nem is ismerik a Bernit? Nem ismerik egyáltalán az unokájukat. De ő csak a lánya lenne, nem? Mindenféle, akármelyik férfia van, csak a lánya maradna, nem? De. Hát én nekem is van 3 gyereke, de milyen dolog az? Egyiket szeretem, másikat még nem. Évának egyébként van egy nővére. Kapcsolatuk eddig nem volt rossz. Reméljük, így is marad.
Szóval minden nagyon bonyolult. Első gyermeke apjára Éva azt mondja, hogy jó megoldásnak tűnt, oda költöztek Éva szüleihez, majd örökvest megszületett Csilla. De az asszonyka unalmasnak, agyonkontrolláltnak érezte az életét, aztán jött Lajos birkát nyírni a portára. Titokban találkozgatni kezdtek, és már meg is volt a baj, vagy inkább a várva várt szerelem. Éva döntött és költözött Lajoshoz. Vitte az autót és Csillát, akért perindult, Éváik nyertek. Majd megszületett Berni, Lajos és Éva első közös gyermeke, a hasában pedig most már a kis Lali növekszik, de a nagyszülők engesztelhetetlenek, nekik csak Csilla az unoka. El akarták venni tőlem Csillát, csak nem sikerült nekik. Volt, amikor ide jött a nagyapja, az rendezett itt egy cirkuszt, hogy ne foglalkozzunk, mikor az ő unokájával elviszi innen, majd ő neveli. Uh-huh. És akkor elvitte? Dehogy itt, tehát utána a bíróság csak nekünk ítélte. Ahogy az lenni szokott, a gyerekért a gyereken átharcolnak a családtagok. A fájdalmát hallgatagon magába záró kislány pedig nem igazán érti, csak elszenvedi a viszályt. Unalmas volt a kapcsolatunk. Szóval, hogyha én azt mondtam, hogy gyere ide, ülj le, az azt csinálta. Szóval az, hogy... Sok nő álmodik ilyenről. Én nem. Nem voltam olyan. Én sokkal jobban szerettem volna azt, hogy... legyen egy olyan ember, aki tudja, hogy mit szeretne. Nem az, hogy dróton rángatják, hogy ezt csináljon, meg azt csináljál. Mm-hmm. És Lali pont olyan volt, amilyen nekem kellett volna. Tehát azért az nem szép dolog megcsölni az embernek a párját, a gyereke apját. Nem. Te is akkor miért mentél hozzá, vagy miért költöztetek össze? A szülők hatására. De miért lett gyerek, ha nem szeretted? Így akkor, mikor udvarolt, akkor tetszett. Elcsavart a fejemet, hát ugye akkor még én is sok befolyás alatt voltam, hogy a szülők is, hogy ennek mindene megvan, nem kell csináljál semmit mellette, tetszett. De aztán már nem tetszett, mert inkább Lajos tetszett, aki mellett a csendes falusi lány öntudatra ébredt, és minél nagyobb volt ellenük a harag, ők annál jobban összekovácsolódtak. Család lettek, amiben a férfi birkát ellett. Hoppá, már kin is van a borika. Jaj, de halad! Éva a második közös babájukat várva a vizsgálatokra jár. Persze mindezeket szeretné a szüleivel is megosztani, főleg az édesanyja hiányzik neki. Nem azt kell nekem, hogy anyagilag támogasson, mert megvan nekünk mindenünk, ami kell. Hanem az, hogy itt legyen, hogy a gyerekekkel legyen. Hogy nagymama legyen. Hogy nagymama legyen, így van. Hát, amióta megszületik a kis Lajos, megenyhül, nem? Lali azt mondja erről, hogy ha a másodikat nem nézték, akkor a harmadikat se nézik. Faluvidéken vagyunk, paraszt emberek vagyunk, hogy így mondjam. Ha egymáshoz nem tudtunk közelíteni, még az utcán se egy köszönés erejéig. Most menjek én a kapura, hogy bocsássál meg anyukám, mert ugye erre várnának állítólag. Hogy én oda menjek és bocsánatot kérjek, hogy én boldog akartam lenni, meg boldog vagyok. Ezért kérek bocsánatot, Kriszta. És hogy a történet még bonyolultabb legyen, Éváról azt is tudni kell, hogy előző szülésébe, amikor egynapos vajódás után Bernadettet hozta világra, majdnem belehalt. Vérátömlesztést is kapott. Szétszakadtam állítólag, gondolom a nyomás hatására, és... A gát? Igen. Uh-huh. És 5 ampulla vért kaptam, másnap vérátömlesztést csináltak. Olyan nagy volt a vérveszteség? Igen. Nagyon sok vért vesztettem. Mennyi ideig tartott, amíg így helyre jöttél? Hú, hát több, mint egy hónap. Uh-huh. Igaz? Hát, bőven. Meg utána a lábad. Az ágyból alig bírtam felkelni. De most tegyük félre egy kicsit a fájdalmakat és a viszályt, mert ma farsang van a nagy rábéi kultúrban. Csilla is nagyon készül, ajánlom, ezt a nagyék vették neki. Ki leszel? Aranyhaj. Aranyhaj? Itt a köpeny hozzá.
köpeny. Na, siessünk. Gyereket öltöztetni, kocsiba bepakolni kell. A helyi művelődési házba már érkezik a lelkes közönség. Éva, Lajos, Berni és Manyi néni ülnek a ring piros sarkában. Éva édesanyja és volt anyósa, akik közben megérkeztek, a szemben lévő kék sarokban foglalnak helyet. Az asszonyok merev derékkal összeszorított szájjal ülnek és néznek maguk elé, de a szelíd és barátságos volt élettárs Csilla édesapja elegyedni próbál. Ez az a pillanat, amikor úgy érzem, megközelíthetem a haragos nagymamákat, akik nem is olyan haragosak, inkább talán megtörtek. Éva anyukája még most sem érti, miért kellett lányának így intéznie a dolgokat. Én is hiába kértem a jóra, hogy elébb azt fejezze be normálisan, és utána kezdhet kapcsolatot. De egyiket be se fejezem, ott a másik. És nem szeretné megismerni a másik két kisunokáját, a Bernit, mert most jön a Lajos. Ők nem tehetnek semmiről, nem? A gyerekek nem, azok tényes nem. Való vagy nem. Azok nem. Azok nem tehetnek róla. Mit kéne csinálni ahhoz, hogy kibéküljenek? Ő mondta nekem tavaly, hogy nem képzelem, hogy ő fog bocsánatot kérni. Hát mondom, azt se képzelhetett, hogy én fogok bocsánatot kérni. Már megszültelek, félneveltelek, kitanítattalak. Mindent megtettem eddig, amit kellett. És ha most nem kér senki senkitől bocsánatot, akkor mi lesz? Minden így marad? Hát akkor így. Nem lehetne húzni egy piros vonalat, hogy akkor most a gyerekekért? Szegény Csilla is rámegy erre. Hát ez teljesen rámegy. Rábízom. Ez teljesen sajnos. Az már ki van készülve teljesen. Nyakos ember a magyar. Ha egyszer azt mondta, hogy nem, nem békül, akkor az úgy is lesz, még akkor is, ha az ég összeér a földdel, még akkor is, ha mindenki szenved. Rudolf a kedvenc téves, a piros a rész a vas. Rudolf a véges síges, a többény a rész a vas. Ez már az óvodás műsor része. Csilla a lelkes pedagógusok vezéletével önfeledten táncikál a hátsó sorban. Ez az ő nagy pillanata, amikor a család összes tagja csak ráfigyel. Néhány perccel később a függöny takarásában három nő, két nagymama és az anya egymás túl lelkesedve öltözteti a boldog kislányt. Csilla néhány másodpercig félszegen tündököl, aztán ismét jönnek a hétköznapok, amelyek a gyerek számára a csendes feszülést, a felnőtteknek pedig sok munkát jelentenek. Hány borjú van rád bízva? Hát olyan 70-80 darab. És őket eteted reggel, este? Vagy délután? Igen. Már a farsang utáni délután Lajos a Kft. Telepén dolgozik, a munkájára koncentrál, de én még mindig a jelmezben hatása alatt vagyok, mert érdekel, hogy mi lenne, ha végre az egyik fél a másik mellé ülne. Szóval neki rögt a nőnek azt annyit. Mivel, hogy nincsen közös téma. Hát pedig lenne. Hát lenni lenne. Csak hogyha ahhoz meg kell egy részlevő kell. És valamilyen szinten akkor mind a kettőnek nyitni kellene egymás fele, mert az egyik hiába bübögteti az általatókat. Nyakasok vagytok. Mindannyian, nem? Van benne az is, igen. Lajos szülei már nem élnek, tehát Berninek és a születendő babának csak anyai nagyszülei lennének, ha lennének. Azért fáj nekem ez az egész dolog, mert tudom, hogy mi az, hogy anya nélkül felnőni, mert engem egy apa nevelt fel. Ő se hajintott el, nem adott be intézetbe, hanem ő is nehéz körülmények között felnevelt. Mi történt az édesanyjával? Az ott hagyott bennünket, pici pólyás voltam, szó szerint. Gyere! Gyere, Manszat! Este Csilla és Berni etetni mennek Lajossal. Mert?
Éva közben a tojásokat szedi össze. Azt mondja, Lali nagyon nem várt baba. Az előző szörnyű szülése után nem akartak több gyereket. Lali azt mondta, hogy vetessen el. Miért? Azt mondta, nem érdekli, hogy kisfiú, kislány, tehát nem érdekli, de vetessem el. Nem akarta azt, hogy ugyanazt átéljen, mint Bernivel. Ahogy járt, tudod, hogy jártam vele. És aztán mégis te döntöttél úgy, hogy... Én döntöttem úgy, megmondták is, hogy már most olyan stádiumban volt a terhességem, hogy azt már el se lehetett volna vetetni se, ha akartam volna se. De nem is akartam se. Na most az élete, nem sok, na, késélem táncol, azért csak egy kis félsz benne van az emberben, vagy nem kicsi. De látom rajta, hogy akarja, igen, jó van, vágjunk bele. Szia Éva, hogy vagy? Néhány héttel később, egy vasárnap délelőtt Kéki Kira szerkesztő társammal úton vagyunk Debrecen felé. Éva szülése vártnál előbb elindult. Az orvos azt jósolja, hogy nem lesz könnyű szülés. Nem árt, ha sietünk. 5 perces fájásai vannak az Évának, úgyhogy ma Debrecenben az biztos, hogy szülés lesz. És végre egy gyerek, amelyik nem éjszaka akar megszületni, hanem ilyen szép, felülfényes napsütésben.